Szeretettel köszöntünk mindenkit a Jöjjön el a Te Országod című országos előadássorozaton. Innen Kolozsváról köszöntök mindenkit. A fordító Kovács Árpád vagyok. Imádkozzunk, hogy Isten legyen velünk. Și bine ați venit la programul Fie împărăția ta. Isten hozott mindenkit a Jöjjön el a Te Országod programon. Örvendünk annak, hogy együtt lehetünk, és boldogság tudni, hogy estéről estére kereshetjük a Biblia igazságait. Szeretném megkérdezni, hogy mit éreztek akkor, amikor a jövőre gondoltok? Milyen érzések lesznek úrrá rajtatok? Amikor látjátok, hogy a világon káosz, és nem látunk semmilyen rendet a körülöttünk levő világban. Ma este és a következő estéken jó híreket szeretnénk hozni titeket, nektek. Jó hírek, melyek nem emberektől, hanem Istentől jönnek. Hogyha az Isten jövőjét ráhelyezzük az emberi jövőre, akkor mindig világosságot találunk. Mindezen estéken meghívunk titeket, hogy lépésről lépésre kövessük az Isten útját. Az Isten ígéje egy olyan perspektívát ad, amelyet soha nem ismertünk eddig. Hogyha már az igazságról beszélünk, akkor beszélünk arról, ami a mennyben, de arról is, ami a Földön történik. Mindannyian közülünk a nyitott Bibliával értsük meg, hogy mi történik a mennyben, mi történik a Földön, mi történik a saját életünkben. A következő üzenetet Georgel Pârlitu fogja hirdetni a részünkre, és a címe az ítélet. Várjuk Önöket minden este, mert minden este meglepetések várják Önöket. Az előadás alatt állunk rendelkezésükre, Speranța TV, Radio Vocea Speranței și Speranța TV, și anume numărul nostru kihirdetett telefonszámon a Speranța TV és a Reménység Rádió 0751-400-300. Kívánunk egy nyitott Bibliát Önök részére, és egy estét, amelyik hozzon derült mindannyiunk részére. Az én hangom is szakadozik? Egy fagyos téli napon egy temetőben voltam, egy temetési istentiszteleten. A sírgödör szélén a gyászoló családdal együtt megnyitottuk a Szentírást. Úgy döntöttem, hogy a népi nyelvezetben végítéletnek nevezett eseményről fogok beszélni, mint arról a napról, amelyen mindenki majd szembesül tetteivel. Még a beszéd első pillanataiban felfigyeltem a körülöttem álló embertömegben egy hosszú, fekete kabátba öltözött, fekete kalapos, frissen borotválkozott, legtöbb 70 éves férfit. Ami a leginkább megragadta a figyelmemet, az volt, ahogyan a beszédet hallgatta. Csupa szem és csupa fül volt. Arcára egyszerre ült ki a figyelem és a félelem. A végén, miután egyszer részvétet fejeztem ki a családnak, a temető kiáratára felindultam. Miközben a temetőt átszelő ösvények egyikén haladtam,
észrevettem, hogy az úriember az egyik párhuzamos ösvényen lépést próbál tartani velem. Éreztem, hogy beszélni szeretne velem, lassítottam, és amikor a kapuhoz értem, már várt. Jó napot, lelkész úr! Nyugalmazott nőgyógyász vagyok, és bemutatkozott. Szeretnék kérdezni valamit. Lehetséges? Természetesen válaszoltam. Lelkész úr, ön már rám ijesztett. Látja kezeimet? Kelém tartotta két kezét. Ezzel a két kezemmel több ezer abortuszt végeztem. Több ezre kisvárosnyi embereket vetettem a halálba. Mondja kérem, mit kezdek majd az ítélkezkor? Mi lesz vele? Ez az ember sem őrült, sem gyáva nem volt. Olyan ember volt, akiben pályafutása során fel-fel merült a gondolat, hogy amit tesz, az talán elköstelen. De különféle okok miatt folytatta. Most ennyi év után a fejfák és a sírhantók között, szembesülve Isten igéjével, újból emészteni kezdte magát. Tudatára ébredt annak, hogy egy napon majd az egész föld bírája előtt kell megállnia. Megértette azt, hogy az ítéletet nem kerülheti ki, még akkor sem, ha addigra felhagy azzal, amit a múltban annyiszor megtett. Hadd nézzük meg, hogyan írja le Dániel proféta az utolsó napot. Ahogy néztem, trónokat helyeztek el, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér volt, és a fején a haja olyan volt, mint a tiszta gyapjú. Trónja tüzes láng volt, és annak kerekei olyanok voltak, mint az égő tűz. Tűzfolyam folyt, és jött ki a színe elől. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvénykezés, és könyveket nyitottak meg. Dániel 7:9-10. Ennyire szuggesztív kifejezés egy öregkor. Ez az Atyaistenre vonatkozik, aki a leültével kijelenti az ítélet kezdetét. Dániel folytatja. Láttam az éjszakai látomásban, hogy ímé az ég felhőjén jött valaki, aki olyan, mint egy emberfia. Az öregkorúhoz ment, és eleje vitték őt. És hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje. Én, Dániel, megdendültem lelkemben ezek miatt, és elmém látomásai megháborítottak engem. Dániel 7:13-15. Az a kifejezés, hogy az ember fia jött, ez Jézus Krisztusra vonatkozik, aki egy személyben Isten fia és ember fia. Az itt leírt eljövetele nem annyira az ő második eljövetelére utal, hanem sokkal inkább az ő belépésére a mennyei szentek szentjébe, amint mint főpap, ahogyan a Zsidó 4:14-ben olvassuk. Lett annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeket. A Krisztus, mint főpap belépésének fő célja a szentek szentjébe, amely igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített, ez nem más, mint az ítélet. Ezért meghívlak benneteket a szent sátorhoz. Ennek a szimbolisztikája pontosan az isteni ítélet procedúrájáról beszél. És meglátjuk majd a bűnösségünk útját, amelyet el kell végezzen azért, hogy végül el legyen törölve. A Szent Sátor a zsidók gyülekezési helye volt, az az eszköz, amelyen keresztül Isten megszerette volna tanítani az embert arra, hogy miként bocsát meg neki, és hogyan mentheti meg bűnei következményeitől. A Szent Sátornak volt egy udvara, amelyet vászonkerítés vett körül. Az udvarban állt a Szent Sátor, amelynek falai egy réteg vászon,
vászonból voltak, a teteje pedig öt réteg vászonból. A Szent Sátornak hét része volt. Az első rész a szentélynek, vagy szent helynek nevezték, a második pedig szentek szentjének. Az udvarban az áldozati oltár állt, és egy mosdómedence, amelyben a papok megmosták a kezeiket. A szentélyben a jobb oldalon állt a kenyerek asztala, a bal oldalon a hétágú gyertyatartó. A két helyiséget egymástól elválasztó kárpit előtt pedig a tömjénező oltár. A szentek szentjében a kárpit túloldalán volt a szövetség ládája és a kegyelem királyi széke. Ebben a második helyiségben nem léphetett be más, csak a főpap, és az is csak egyszer egy évben, az engesztelés napján. Amikor az ember vétkezett, hozott egy bárányt, belépett a Szent Sátor udvarába, majd az áldozati oltár mellett kezét az állát fejére tette, és megvallotta bűneit. Ezt követően saját kezével oltotta ki az ártatlan állat életét. Ilyen formán, jelképes módon az ember vétke átszállt a bűnös emberről a bűntelen bárányra, amely meghalt az ember helyett. A pap az állatot az áldozati oltárra helyezte, felfogta annak vérét, majd belépett az első helyiségbe, és a bárány vérével meghintette a szentélyt a szentek szentjétől. Meghintette tehát a kárpitot. Így jelképes módon a bűnösről az állatra átszállt a vétek a papra, és azt bevitte a szentek szentjébe. Amikor a bárány vérével meghintette a kárpitot. Egy év alatt természetesen jelképesen Izrael népének bűnei a szentélyben halmozottak fel. Az engesztelés napja az egész nép számára bűnbánat napját jelentette. Izrael fiai böjtöltek, és bűnbánatot tartottak Isten előtt. Ezen az egész évben egyedülálló napon, amikor megtisztították a ráhintett vérrel beszennyezett kárpitot, a főpap belépett a szentek szentjébe, hogy engesztelést szerezzen előbb a saját bűneiért, majd a papok és az egész nép bűneiért, amelyek a szent helyen felhalmozottak. A Szent Sátor udvara és a két helyiség Jézus Krisztusnak a megbocsátásuk és üdvözítésük érdekében elvégzett munkájának három szakaszát jelképezi. Az udvar, ahová belépett a bűnös az áldozati állattal, a mi földünket jelképezte, amelyre lejött Istennek fia, és ő bárányként elvégzett szolgálatát. Áldozat a mi bűneinkért. Az első helyiségben végzett munkája a papnak Jézus közben járó munkáját jelképezi, amelyet elkezdett akkor, amikor a mennybe ment feltámadása után. A második helyiségben végzett szolgálata pedig az ő ítélő bírói szolgálatára utal, amelyet a vég idején végez el. Miután a főpap belépett a szentek szentjébe egy évben egyszer, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneire, ugyanígy lépett be Jézus is, mint főpap a szentek szentjébe, hogy engesztelést szerezzen azok bűneire, akiknek neve benne van a mennyei szentély könyveiben. A szentek szentjében a nép bűnei a kárpitra voltak felírva ezernyi vércseppel. A mennyei szentélyben az emberek bűnei azokba a könyvekbe vannak felírva, amelyeket Dániel proféta említ. Az udvaron, vagyis a földre Jézus, bárányként lejött Jézus,
Keresztre feszítése után a mennybe ment, és belépett a mennyei szentély első helyébe, hogy közben járjon a bűnösökért. A Biblia szerint a világ végét megelőző végideje lesz. Ezt az úgynevezett végidejét több középkori bibliakutató is különféle igen magyarázati elvek segítségével a 19. század közepére tette. Dániel 8.14 alapján komoly okunk van azt állítani, hogy 1844 óta Jézus belépett, mint főpap a mennyei szentély második helyiségébe, ahol nem csupán közben jár, hanem ítél is. Ez azt jelenti, hogy a 19. századdal kezdődően már ezt az időt éljük, amikor Isten megvizsgálja az emberek életét. Az ítélet tehát nem el fog jönni, hanem már eljött. A Biblia azt mondja a Jelenések könyvében, eljött az ő ítéletének órája. Amikor az ítélet véget ér, Isten fia újra el fog jönni, hogy megfizesse mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Az ítélet nem akkor kezdődik, amikor majd eljön ő, hanem fordítva, akkor jön el, amikor véget ér az ítélet. Hogyan fizethetne meg az embereknek az ő cselekedeteik szerint, ha előbb nem lesz meg az ítélet? Itt tehát az ítéletnek két fontos vetülete van. Az első Róma 14.10-ben van. Mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. A mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé arra utal, hogy Isten ítéletre hív minden embert. Nem csupán egyeseket, Hitler, Stalin, Ceausescu, Ábrahám, Jobb, Dániel, én és önök, mindannyian odaállunk majd eléje. Mindannyian meg kell jelenjünk az ő ítéleszéke előtt. A második fontos valóság Prédikátor 12.16-ban van. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz az. A kifejezés minden cselekedetet Isten ítéletre előhoz, kiegészíti az ítéletről alkotott képet. Hogy nem csupán emberek kerülnek az ítéletre, hanem a tetteik is. A napvilágnál, vagy sötétben, nyilvánosan, vagy titokban elkövetett dolgok mind napfényre kerülnek. Tehát, az ítéletnek két gyújtópontja van, az emberek és a tetteik. Minden ember és minden ember minden cselekedete. Hosszú évekkel ezelőtt olvastam két személyről, akik véget akartak vetni életüknek. Az egyik azért, hogy megszabaduljon egy hatalmas bankkölcsöntől, a másik pedig egy letöltendő büntetéstől. Véget vetettek az életüknek, és megszabadultak. Mindezek mellett a halál nem megoldás a végítélet kikerülésére, mivel a Biblia kijelenti, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Tudják önök, hogy ez mit jelent? Hogy egyetlen ember, még a halottak sem kerülhetik el az ítéletet. A halál segítségével kikerülhető egy bankhitel törlesztése, vagy egy büntetés letörlése, de a végítéletet nem. Dániel azt mondta, hogy a könyvek megnyitottak. Milyen szerepük van ezeknek? Ezekben a könyvekben be vannak írva a tetteink, mind a jók, mind a rosszak. Atât cele bune, cât și cele rele. Vă invit să urmărim pe ecran. Olvassunk el két idézetet, amely ritka tisztánlátással fogalmazza meg a mennyei könyvekben fejezett jó tetteket
és rossz tetteket. Mi a lényegük? Hitből mondott szavaikat, a szeretetből fakadó tetteiket nyilván tartják a mennybe. Az emlékezés könyve minden igaz tettet halhatatlanná tesz. Minden legyőzött kísértés, minden leküzdött bűnt, minden kedves, részvételes szót híven feljegyez a krónika. E könyvek minden áldozatot, Krisztusért elviselt szenvedést és fájdalmat megörökítenek. Nagy küzdelem 28. fejezet. A gonosz tettek. Minden név mellett félelmes pontossága van feltüntetve minden helytelen szó, minden önző tett, minden teljesítetlen feladat, minden titkos bűn, minden ravasz képmutatás. Az elfecsérelt pillanatokat, a kihasználatlan alkalmakat, a jó vagy rossz befolyást és messzeható következményeit a nyilvántartás vezető angyal mind feljegyzi. Nem szeretném, hogy a két előbbi idézet bárkit is megrettentsen. Éppen ezért szeretnék egy különleges, az ítélet különleges tetteiről beszélni valamit. Amikor az ítéletre gondolunk, megijedünk, mert az ítélet gondolata félelmet ébreszt. Azok számára azonban, akik ismerik Istent, az ítélet két oknál fogva sem ijesztő. A bíró egyben a mi közben járunk. 1 János 2:1-ben azt olvassuk. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő tehát ítélő és üdvözítő. A tetteink alapján ítélnek meg, de hit által üdvözülünk. Ha tetteink alapján kapnánk az üdvösséget is, egyiküknek sem volna esély az üdvösségre. Az üdvözültek bocsánatban részesült bűnösök lesznek, az elveszettek pedig bocsánatban nem részesült bűnösök. A tetteken alapuló ítélet és a hit általi üdvösség egyaránt Isten szeretetét mutatja be, amely az ítéletben is lakba esik. Mivel Isten ítélete folyik a mennyei ítélőszéken, most van a legalkalmasabb ideje annak, hogy beismerjük bűnösségünket, megvalljuk és átadjuk életünket Istennek. Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy az ítélet számunkra jó eredménnyel záruljon. Itt az ideje annak, hogy jöjjünk ahhoz, aki Jeremiás proféta szavaival ezt mondta, messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkivaló szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Amikor megszakad az én hangom, suntem din nou împreună în cadrul programului Fie împărăția ta și fiind prima seară vreau să vă spun de fiecare dată ce urmă va mai fi nevoie. Pentru acest moment avem pregătit un timp generos în așa fel încât să răspundem. Örülünk annak, hogy együtt lehettünk az első estén. Időn van számva arra, hogy válaszoljunk az önök kérdéseire. Két meghívottunk is van, aki válaszol ezekre a kérdésekre, és megbeszéli a ma esti témát. Ha már a kérdésekről van szó, szeretném megismételni a mi telefonszámunkat. 0751-400-300. SMS-t vagy WhatsApp-on lehet küldeni. A meghívottakat köszöntöm. De medicina familiei în București. Bine v-am găsit și Horia Enache, orvos, aki családi orvos.
bun găsit pastorului Daniel Olariu. És Olariu Daniel lelkészt is köszönjük, aki egyetemi tanár is. Hébert és Ószövetséget tanít a Csernikai Egyetemen. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk, és a kérdéseket mondjuk el önöknek. Egy néhány interjú is el van készítve. Valaki azt kérdezi, amikor az ítéletről beszélünk, azt kérdezi, az én ítéletem akkor is megtörténik, amikor én nem tudok róla? Vajon ez nem igazságtalan? Azt hiszük, hogy igazságtalanság, ha valami nem veszünk részt, nem halljuk és nem látjuk. Amit ki szeretnénk hangsúlyozni az ítélettel kapcsolatban, azt, hogy mi a legjobb ügyvédünk van, Jézus Krisztus. Ő a mi ügyvédünk, aki ismeri a mi életünket, annak a legapróbb részleteit, és akkor, amikor ő képvisel a mi ügyünket, és őnek egy kettős szerepe van, ítélőbíró és ügyvéd, akkor ez a legjobb helyzet, amit el tudunk fogadni. Az iskolában voltam, és havonta egyszer lakatos műhelyben dolgoztam. Gondom volt azért, mert szombaton nem mentem iskolába, és nem tudtam, hogy hogyan fogom ezt megtenni. Hogyan fogom megkapni a szombatnapot, mint szabadnapot. Să stăm acolo și să așteptăm până când el va conecta niște fire la un aparat de sudură. És elmentünk a pincébe, és vártuk, hogy valamilyen kábeleket kapcsolódjanak össze. Lementünk a pincébe, és nem tudtuk, hogy hol van a mester. A kollégáim elkezdték panaszkodni a mesterről. Panaszkodtak, hogy elégük van már belőle, és kommentáltak, hogy milyen az ő élete, az ő jelleme. Én nem voltam jobb, mint ők, ugyanolyan voltam, mint ők, de akkor... De az én elmém csak a szombaton gondolkodott. Nem tudtam semmit, addig nem történt semmi. Eljött, azt mondta, elmehetünk. És akkor és a következő hetekben ő maga mellé vett. Akkor, amikor vele voltam, és a belső udvar fele mentünk, akkor láttam, hogy átmentünk egy sötét szobán, aminek közös ablaka volt, és akkor tudtam meg, hogy ő mindent hallott, amit ott történt, és mindent tudott. És ő látta, hogy én őszinte vagyok, és maga mellé vett mind a jobb kezét. Így tehát én a kollégáimnál sokkal könnyebb munkát végeztem. Az első szombat előtt, mikor segítettem őt a heggesztésben, megállt a heggesztés, és azt mondta, te Enáké, holnap te nem jössz. Az életemben a legszebb tapasztalat volt egy olyan ima, amit nem tudtam elmondani. Én akkor jöttem rá, hogy én meglettem ítélve. A viselkedésem alapján megítélt engem a mester. Hogyha a szívünkben és életünkben ott van mindaz, amit Isten
meghagyott a mi részünkre, akkor könnyen áthaladunk az ítéleten, anélkül, hogy mi tudnánk azt. Nem kell féljünk az ítélettől. Én nem szépítettem az én viselkedésemet, hanem én őszintén viselkedtem, és el voltam foglalva más valamivel. Más szóval a hangsúlyt az életünkre tegyünk. Egy Biblia szöveg bátorítson bennünket. Isten áthaladott a mennyeken, Isten fia, ezért maradjunk meg a mi hitvallásunkban. Ő nem teheti azt, hogy ne induljon meg a mi gyarlóságainkon, ő mindenben meg lett kísértve, de bűn nélkül. És így elvisz a kegyelem királyi trónjához, és kegyelmet találunk. Ez az ítélet hangulata. Van egy nagy főpapunk, aki megkóstolta az itteni föld életünket. És ő közben jár mi életünk. Így tehát a világ legjobb ügyvédje oldalunkon van. Lehetséges, hogy lesznek más kérdések is. Az ítéletre, ha gondolunk, nagyon sok előítélet van a mi elménkben. Egy néhány interjút szeretnénk sugározni, amit a témával kapcsolatban vettek az emberektől. No. Fél az Isten a világ végétől? Hiszitek, hogy lesz ítélet? Nem. Nem, mert a világ túl jó, és nincs mire megítéljenek. A világ inkább a rossz fele irányul, rosszat teszünk, nem tanulunk semmit abból, ami körülöttünk történik. Ki fogja ezt az ítéletet végezni? Isten fogja végezni az ítéletet. Ő fog választani. Isten ítéli meg. Azt kívánom, hogy mindenki legyen megítélve, ahogy azt Isten akarja. Isten ítél meg. A Szent Könyvben ez van írva. Lesz egy világ vége? Természetesen lesz világ vége. Az ítélet mindenki részére lesz. És ki fogja ezt végezni? Ha először is a papok imádkoznak, és Isten végz az ítéletet. Da, deja avem o serie de răspunsuri de la care putem să pornim dezbaterea noastră. Deja noi mai aveam câteva întrebări pregătite. Domnilor, ar trebui să ne raportăm la ea. Este o veste hogyan viszonyuljunk a ítélethez? Kell féljünk tőle, örvendjünk neki, mi legyen a mi elménkben? Az ítélet valami rosszal van összekapcsolva, asszociálva mi elménkben. Dacă nu ne-am prezentat înainte judecății, ar fi cu atât mai bine. E o veste bună sau e o veste rea? Az ítélet jó vagy rossz hír? Domnule doctor. Depinde ce așteptăm mai departe. Attól függ, hogy mit várunk. Ha azt tudjuk, hogy nem fejeződik be itt minden, lehet, hogy ez egy iskola arra, ami ezután következik. Lehet a képességi vizsgát, vagy az érettségi vizsgát tesszük le. Hogyha tudjuk, hogy Isten egy örökkévalóságot készít a mi számunkra, akkor egy dolog nagyon fontos, tudni azt, hogy mi fog történni. A világ meg lett fertőzve egy kemény vírustól, és ez a bűn. Ez olyan vírus, amely minden szervünket pusztítja. És én elképzelem, és meg vagyok győződve,
doar ceea ce nu mai este afectat de păcat. És mindaz csak mindaz fog áthaladni az ítéleten, ami nincs érintve a bűntől. Ezért szükséges ez a megítélés, ez az ítélet. Să cu girul său să-l pună asupra caracterelor celor care vor avea parte de veșnicie. Isten meg kell ítélje mindazoknak a jellemét, akik az örökké valóságot várják. Azok, akik elutasítják Istent, azt mutatja, hogy mi felelősek vagyunk az Istennel szemben minden tettünkért. A jót, amit megtehetünk, vagy a jót, amit, a rosszat, amit megteszünk, mind meg lesz ítélve. Mindez meg van vizsgálva, és felelünk abszolút mindenért. Pregătit că avem și o altă întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog, există un nerv sensibil al fiecărui om, și anume dorința de... Minden embernek van egy érzékeny oldala, és pedig az, hogy hogyan van megítélve, hogyan ítélkeznek felette. Nedreptățind, din această perspectivă judecața lui Dumnezeu întrece cu mult ceea ce se întâmplă în sistemul... Itt nem kell féljünk, mert nem hasonlít az isteni ítélet az itteni földi ítélettel. Amit Isten tesz, ő mindent objektíven, átláthatóan azért teszi, hogy mindent helyreállítson és helyrehozza. A kegyelem és a szeretet kéz a kézben megy. Gabriel kérdezi, hogyha a lelkiismereted nem vádol valamiért, akkor azt jelenti, hogy nem bűn, a lelkiismeret az formálódik. Az formálódik úgy, ahogy az ember megismer Istennek az elvárásait, tetteit. Mi azt hiszük, hogy ha nem ismerjük Istent, hogy a mi életünkben minden rendben van, ha azt hiszük, hogy amit eddig tettünk, az minden jó és minden rendben van, akkor ezt kell módosítsuk, fejlesszük a Biblián keresztül. Ezért a lelkiismeretünk a nem a legjobb ítélő bíró. Hogyha a mi lelkiismeretünk ismeri az Isten igéjét, akkor egy jó ítélő bíró lehet. Egy másik kérdés ugyancsak Galacról. Avem aici este următoarea. Câte păcate trebuie să faci? Hány bűnt kell elköves, hogy elkárhozzál? Acum depinde în care ton o vrem abordată. Lehet valaki azt hiszi, hogy csak aki nagyon bűnös, az lesz elkárhozva. Un plan atât de performant de vindecare, egy ilyen olyan rendszer van kialakítva Isten részéről, egy olyan gyógyító rendszer, aki bemegy az Isten klinikájába, hogy ott gyógyítsa az ő lelkét, az meg lesz gyógyítva. Olyan, mint a vírus elején, addig nem jöttél ki a kórházból, ameddig két negatív tesztet nem volt. Mit szeretnék mondani ezzel? Hogyha Isten kezére bocsátjuk magunkat, akkor semmi beteg nem marad mi bennük. Nem kell azon aggódjunk, hogy túl sok bűnünk maradt, vagy túl nagy a bűnösségünk. Jézus meggyógyít bennünket. Ha hozzámegyünk, meggyógyít minden bűnünktől. Amikor a bűnökről beszélünk, egy bűn elronthat mindent. Elronthatja az egész életünket. Úgy, mint az az alma, egy rothadt alma, ami a jó almák közé van téve, a többire is átterjed. Egy bűn egy bizonyos pillanatban kicsi lehet a mi életünkben, de nem kell azt hanyagoljuk, hanem bármikor egy bármilyen kis bűn legyen az, azt kell gyógyítsuk,
mert a klinikában, amiről az orvos úr beszélt, ott mindent meggyógyítanak. De acele păcate cred că sunt cele mai periculoase. Ezek a bűnök, a kis bűnök a legveszélyesebbek. Noi am primit-o la judecată, am primit-o chiar în debutul discuției. Az elején már kaptunk egy kérdést. Individual. Az ítéletkor csoportban, vagy egyénileg leszünk megítélve? Înțelegem pe fiecare. Cred că va fi o abordare individuală. A Biblia szerint mindenki egyénileg lesz megítélve. Jézus a földi életében félrevonult, egyedül maradt Istennel, ugyanakkor az emberekkel szeretett egyedül beszélgetni személyesen. Isten az emberrel nagyon személyesen beszélt, ő ismeri az ő titkait, az élete minden árnyoldalát. A könyvek, amiről hallottunk az áhítatban, ő nem szeretne ezeket nyilvánosság elé hozni, hanem ő személyesen bocsát meg és intézi mindenkinek az életét. Vor fi obiectivul pe care pe baza căruia se va hotărâ az alap, amin eldönti, hogy dől el az ítélet, az a mi cselekedeteink. Mi hitáltal kapunk bocsánatot, hitáltal bocsátatik meg, de a tettek alapján ítéltetünk. Minden embernek van egy motivációja, mert Isten nem csak a tetteinket, hanem a lelkünket is, ami motivációkat, ami indítja a mi cselekedeteinket. Van sok csúnya ember, de az ő lelke szép, lelke nemes. Egy cselekedet, hogyha nem is annyira szép, de hogyha az indítéka, az egy pozitív indíték, az Isten jól tudja. Van ember, aki szép kívülről is, és a lelke is szép, vagy pedig szép a szép kívülről, de a lelke, az indítékai, azok nem ugyanolyan szépek. Din dezbaterea noastră, vreau a face cu materialul video pe care noi l-am urmărit ceva mai devreme. A következő kérdés az interjúkkal kapcsolatos. Mennyire számítanak a cselekedetek az ítéletben? Schis o portiță prin care putem înțelege și primim un răspuns parțial la întrebarea noastră. Materialul video am văzut, am simțit o oarecare confuzie. A videóban valamilyen kételyt éreztünk. Câteva minute să zăbovim pe această întrebare. Beszélhetünk erről. Pune un mare accent pe fapte și de unde știm lucrul acesta. Citez din Apocalipsa, capitolul 14, ultima carte din Sfintele Scripturi, cu versetul 13. Olvasok jelenések könyvében, utolsó fejezetből. Írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Ők megpihennek az ő fáradtságaikból, mert az ő cselekedetei követik őket. Ezek az emberek elfogadták Istent, mint személyes megváltójukat. Ugyanúgy a 20. fejezetből ugyanazt mondja, hogy az ő cselekedetei követik őket. Isten mindenkit ugyanazon kritériummal ítél meg. Tehát a cselekedetek azok, amelyek beszélnek. A motivációnak fontos szerepe van, de a cselekedet az számít, az jegyeztetik fel. Corecta faptelor.
Igen, Isten beszkenel mindent, az egész valónkat, és ő látja a cselekedeteinket, de látja a belső indítékainkat is. Ezt is megítél Isten, gondolatainkat is. Aki fél az ítélettől, azt kell elmondjuk örömhírként, hogy ez az az ítélet a világon, amikor minden helyesen lesz eldöntve. Az evangélium lenyűgöz engem, hogy mennyire szépen, mennyire nemesen mutatja ezt be. Azt mondta Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok, jöjjetek én hozzá. A mi képünk erről az kell legyen, hogy bármennyire is rosszak legyünk, jöjjünk Istenhez, ő sokkal megértőbb és engedékenyebb, mint ahogy el tudjuk képzelni, ő is a legjobb ítélő bíró. És de mai mult alternatív, és az azukon judecă el, să mă judece Dumnezeu, că am mai multă siguranță. Létezik több alternatív az ítéletre, de a legjobb, hogyha Istenre bízzuk magunkat. Ő a legjobb és a legbiztosabb ítélő bíró. Istennél az igazság és a szeretet együtt van tartva. Domnilor, vă mulțumesc mult! Pentru că în seara aceasta v-ați făcut timp. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük, hogy válaszoltak a kérdésekre, és örvendünk annak, hogy Isten, és imádságunk az, hogy Isten áldjon meg mindenkit, aki bármilyen vívódáson megy keresztül, bármilyen aggódáson megy keresztül az ítélettel kapcsolatban. Létezik egy örömhír, és ez vigasztaljon bennünket. Kedves barátaink, egy valóságtól elinduljunk. Körülöttünk vannak emberek, van szenvedés, vannak esetek, van gyász és van fájdalom. Kell tudnunk azt, hogy mi hozzájárulhatunk az emberek segítségéhez. Egyik ilyen esetről szeretnék beszélni. Munteanu család Todereștről. Olyan világon élünk, amikor vannak drámai esetek is. Az emberek, embertársaink élete változhat. Ha az emberek nem segítenek rajtuk, akkor nem tudnak boldogulni. Ezek az emberek Todiresten laknak, 5 gyerekük van, és az édesapa egy betegségben szenved, ami meggátolja a fizikai munkát. Marius, a legnagyobb fiú, 20 éves, ő dolgozik azért, hogy fenntartsa családját. Cseraszela, ő jó tanuló, akinek jó eredményei vannak. A többi, a másik három, Mária, Mihaela és a 4 éves kislány, ők a Munteanu család részei. A legnagyobb problémájuk, hogy nincs lakásuk. Egy család megengedte, hogy az ő szülei házában lakjon. Miután a Munteanu család megjavította a házat, azt a feltételt tették, akkor maradhatnak ott, hogyha 70 ezer lejt fizetnek. Ők nem tudták ezt az összeget kifizetni, és az lakást elvettek. Ők más megoldást kellett keresni. Egy család került, aki ingyen felajánlott egy telket. Lucian a transportat cu căruța diferite produse. Lucian a szekérrel hordott anyagot, téglát vásárolt, kavicsot odavitt.
prin bunăvoința voluntarilor. Az önkénteseknek köszönhetően és a szponzorok segítségével ezt a lakást felépítették. Ezt a lakást lehet látni a képeken. Azért, hogy a Munteanu család beköltözhessen ebbe a házba, lemezt kell vásárolni a tető befejezéséhez. A külső falak, a különböző felszerelés, vízszerelés, villany, ajtók, ablakok, padló és így tovább. Suma necesară acestor lucrări este în valoare de 35.000 de lei, aproximativ 35.000 de euro. Körülbelül 7.000 euro. Cu siguranță că nu e minden bizonnyal, hogy sok ilyen hírről hallunk, és sok ilyen eset van. Tudjuk, hogy mellettünk is vannak olyan emberek, akik szenvednek. Suferința este o parte a lumii. Tudjuk, hogy a szenvedés az emberi élet egy része. Miért nem segítenénk valakit? Miért nem járuljunk hozzá, és mi is egy segítőkezet nyújtsunk az embereknek? Öröm van a mennyben, és öröm tudni azt, hogy mi is segítünk egymáson. Este mijlocul potrivit și este oportunitatea pe care Dumnezeu vă creează. Isten egy lehetőséget ad az önök részére, hogy segítsünk. Sensibil și de a ne deschide inima érzékenyek, és segítsünk a körülöttünk élőknek. Azok, akik szeretnének, megvan a lehetőség, hogy egy SMS-t küldjön az ADRA szóval 8845 számra, és így adományozhatnak 2 eurót. Mijloacele pe care noi le avem prin harul lui Dumnezeu. Isten kegyelméből sok lehetőséget kaptunk tőle. Trebuie să mai știm un lucru. És kell tudjunk még valamit. Dispoziție și un alt se numește rugăciunea. Isten rendelkezésre adta részünkre az imádságot is. Az imádságnak egy hihetetlen ereje van. Isten egy csodálatos Isten, és ő kész és képes segíteni bennünket. Járjunk közben, imádkozzunk a Munteanu családért, de ugyanakkor, ha tehetjük, segítsünk rajta, elküld az SMS-t a jelzett számra. Most imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te minden alkalommal segítsz bennünket. Köszönjük, hogy ma este a te ígédet adtad a mi részünkre. Köszönjük, hogy ezt az ígét adtad a mi részünkre. Köszönjük, hogy az ítélet nem egy rossz hír, hanem az ítélet egy jó hír. Arra kérünk, hogy segítsél meg, hogy megismerjük a te igazságodat, hogy ez átalakítson életünket. Szükségünk van rád, légy mi velünk, légy a Munteanu családdal, légy minden beteggel, légy a kórházban levőkkel, légy azokkal, akik téged keresnek. Ó, Úrunk, adj egészséget a mi részünkre, mert mi téged az Atya nevében kértük. Köszönjük ezt neked. Amen. Pentru că v-am spus în introducerea acestei emisiuni că în seara aceasta avem surprize pentru dumneavoastră. Hogy ma este lesznek meglepetések. Pe lângă această menjünk tovább, és lássuk, hogy nem áll meg itt a meglepetés. Az egyik meglepetés tehát az volt, hogy mi segítséget nyújthatunk másoknak. Există de asemenea posibilitatea ca în această seară să vă bucurați. Van egy olyan lehetőség is, hogy ma este megkaphatja audio formátumban, vagy le lehet tölteni onnan a Nagy Küzdelem című könyvet. Ez egy különleges könyv. Ez rendelkezésünkre áll. Az adventist.ro honlapra. Cu siguranță că problema se va rezolva. Cartea este a dumneavoastră, vă stă la dispoziție.
önök rendelkezésére áll, letölthetik, használhatják, hallgathatják. Nem szeretnénk elválni ma este, hogy elmondjuk, hogy minden este szeretnénk találkozni önökkel. Holnap este újra egy üzenet van a mi részünkre, és holnap este a világ végéről fogunk beszélni. Máté evangélium a 24. fejezetből. Onnan merítjük ki az Isten áldott és mély üzeneteit a világ végével kapcsolatban. Az ige hirdető Gelu Poenariu fogja szólni. Mindenkinek kívánunk egy szép estét. Nem válhatnánk el anélkül, hogy elmondanánk, hogy egy énekszám lesz a mennyei trónus előtt. Isten áldjon meg mindenkit, szép estét mindenkinek, áldott hallgatást. Találkozzunk békében.
2000 év után visszatér a leghatalmasabb földlakó. Figyeld a híreket, válaszd meg a jövődet. Meghívunk, hogy november 7-e és 21-e között nézd végig a Jöjjön el a Te Országod című bibliai témájú előadás sorozatot minden este 21 órától élőadásban, a Facebookon és a YouTube-on. Jöjjön el a Te Országod!